Utoljára 1997-ben renoválták, azóta újra eljött az ideje a Városligeti körhinta felújításának. A volt Vidámpark kedvelt játéka most már a hol nem volt park látogatóit ejti ámulatba, míves kivitelével, rugózó falovaival. Az idén 110 éves szerkezet működését Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője mutatja meg nekünk. Nem tudni pontosan mennyire régiek ezek a gerendák, de valószínűleg elég régiek, hiszen a hajtásrendszeren nem volt sok változás az elmúlt évtizedekben. És egyébként ugye itt nincs is szabad ég alatti időjárás hatásnak kitéve, tehát eléggé védve van. A borói fenyőt meg megfelelő kezeléssel szabad ég alatt is 60 évig akár lehet használni, tehát itt még ennél jobban is védve van, tovább is bírja. Amikor üzemel a körhinta, akkor lenne a pincébe a villanymotor folyamatosan működik, és ez tulajdonképpen a sebváltó, tehát lenne a pincébe, ha ezt megforgatom, akkor a hajtó szíjat az álló hajtókerékről átteszi a mozgó hajtókerékre, tehát üresből sebességbe ezzel lehet tenni, és úgy is állítjuk meg, hogy sebességből üresbe tesszük, és akkor a lendület kiforgatja még a pódiumot, és aztán megáll. De hogyha arra van szükség, hogy hirtelen fékezzünk, tehát vész esetén gyorsan le kell fékezni, akkor a kezelő ráül erre a zsámolyra, így, ez lenyomódik, és a saját testsúlyával tulajdonképpen a fék pofát a fék tárcsára így nyomja rá, és akkor ezzel lehet gyorsan lefékezni a forgópódiumot. Amikor működik a körhinta, akkor a hajtás abból a villanymotorból jön, és tulajdonképpen egy szíjhajtáson keresztül adja át annak a tárcsának, az a vele közös tengelyen lévő kisebb tárcsáról még egy másiknak, illetve itt az a helyzet, hogy egy álló meg egy forgó tárcsa van egymás mellett, és amikor a sebváltónak megfelelő kerékkel ugye föntről gyakorlatilag az történik, hogy elmozdul ez a tenge, és az álló tárcsáról a szíj átkerül a mozgó tárcsára, tehát akkor a hajtást megkapja ez a tengely, és ezen a tengelyen keresztül gyakorlatilag a forgó mozgás elmegy a forgó pódium alá, és így történik a meghajtás. Ez a hosszú egyenes tengely, ez gyakorlatilag bemegy egészen a forgó pódium alá, illetve vannak széléig, ott még van egy kúfogaskerék, és tulajdonképpen a hajtómű úgy adja át a hajtást közvetlenül a forgó pódiumnak, hogy ott már fafogazat van körbe, koszorúként kiképezve a pódiumnak az alsó szélén. A körhintát 1906-ban helyezték üzembe, de a rajta lévő falovak egyike másika már korábban is pörgette a nagy érdeműt, a most látott hajtás alkatrészei pedig akár eredetiek is lehetnek. A felújítás után jövőre lehet újra rájönni az állatkerthez tartozó játékra.